Hihetetlen hangulat van már itt a stúdióban. Ezt csak annak köszönhető, hogy Zsigóné Katit visszahívtuk tegnapról mára. Jó reggelt! Jó reggelt! Aki a világ öt legjobb tojás díszítője között van benne, vagy benne van, vagy itt tartják számon. És hozott és most mi leszünk a második, meg a harmadik legjobb? Ez a terv. Megtévesztő a kis helyen piros fazék. Viasz van benne, de nem gyantázni fogunk, hanem tojás díszíteni. Hogy kell nekiállnunk? Tehát a kezünkben van egy igen, a lényeg tojás. Az, hogy ilyet nem szeretném, hogyha ilyet csinálnának az otthon levők, tehát a nézők. Előtte be kell festeni. Én azért nem festettem most ez be. Ez kifújt tojás. Így van, kifújt tojás, olyan, amilyenek lenni kell, és kacsa tojás. Tehát be kell előtte festeni. Én azért nem festettem, hogy a fehére jól látszik, hogy mit csinálunk. Uh-huh. Tehát tisztán fogják a nézők látni otthon. És amint látják, mi van a kezünkben, mutassátok meg. Csak egy gyufaszálszerű. Amit tegnap vagy mondtál, hogy igen, egy kihegyezett gyufa. Így van. És ezzel fogunk most dolgozni, úgy, ahogy elődeink csinálták. Majd. Nagyon egyszerű lesz, és hát most én megadom nektek azt a lehetőséget, hogy azt csináljátok motivumot, amit akartok. Én de tudom, hogy mit csinálok, mert a mai adásunknak a központi témája és üzenete, azt tudod mi? A szeretet? Az. Oh. Nagyon jól érezted. Akkor nézted minket, hogy a szeretet az, ami körbevesz minket, Emília, remélem téged is bevesz, vagy körbevesz. Itt az egész stúdió egy ilyen nagy szívecske. Úgyhogy én szívecskéket szeretnék festeni, de ez ne befolyásoljon benneteket. Jó, gyorsan mártogassuk bele, és akkor nézd, csak ilyen kicsiket kell húzni, majd mindjárt, hogyha nekem is csak sikerüljön. Majd már nem fog sikerülni, látod? Nézd csak, a motivumokat? Ebből figyelj, most én ezt már látod, haladunk, látod? Ezt így szépen gyorsan megcsinálod, uh-huh. És az a lényege a dolognak, Robi, hogy olyat tegyünk fel, aminek jelentése van, tudod? Aha. Tehát ha szívecskét teszel föl, a szívnek van, így nem? Van, hát hogyne, hát persze. Emília, te mit szeretnél? Hát biztos engem fest a tojás, az én az képemet. Szerinted? Ez egy virág. Na most, hogyha tanítok, lesz. Akkor mindig azt szoktam mondani, hogy otthon lehet maszatolni össze-vissza, de hogyha én tanítok, akkor lehetőleg azt csinálják, amit én mondok. Mert remeg azzal a kezem, izgulok, ról és nem lesz szabályos a szívem. Igen. Mutatja a kamera igen azért, hogy mit csinálok? Hát remélem, én remélem jól tartom. Bologassatok már, hogy a nézők is lássák. Jaj, ő rájuk ne számítsa. Hogy teljesen azzal vannak elfoglalva, hogy na most figyeljetek egy percre, mit láttok idáig? Milyen jelentése ennek? Robi, nézd rá, feszültem? Az kérlek szépen egy kereszt. Ennyi. Látjátok, már ha csak ennyit csinálunk, jelentése van a dolognak. Jó, de úgy, szóval, hogy ezek még messze állnak ezektől a szépségű tojásoktól, mi lenne a következő? Na most állj! Igen, figyelek. Életem legelső tojásra festett viasz szíve. Úgy mondjuk szakszerűen, hogy írókáztál. Írókáztam. Így van. Na, milyen ügyes vagy? Tétényi polgármester. Igen, nagyon ügyes vagy. És mit fogsz beleírni? Hát így tovább, Emília, mire gondoltok, hogy ez mi? Ez milyen? Pedig kacskaringó, az mit szimbolizál? Hát a napot. Igen? Jó. Igen. Nálam én másra gondoltam. És igen, mire gondoltál? Én arra gondoltam, hogy amikor az ember húsfétkor sokat iszik, akkor kacskaringósan megy például. Igen, hát erre is lehet gondolni, de a régiek szerintem nem erre asszociáltam. Hogy beleírod a saját nevedet a szívedbe. Nem fér bele, csak a kezdőbetű. Hát az figyeljetek, most itt elkezdtem a kacskaringot fölrajzolni, és akkor tovább mentem, akkor is fölrajzoltam egy másikat. Vagyis, ahogy a nap körbejárja a földünket, ugyanúgy újra alkotom a világ mindenséget. Tehát ez egy nagyon egyszerű. Közben elmeséled azt is, hogy ez neked honnan jött? Hogy nem csak egy napig csinálod, hanem egész életedben, hogy tojásokat fested? Igen, egész életemben így van. Onnan úgy kezdődött, hogy a lakásunkat szépítgettük, és akkor körbe tükrös az előszobánk, és én azt gondoltam, hogy az a hálószoba fölülre szokott lenni. Fölülre az is tükrös a hálószobánk is. Jó, többet nem mondja. Gyerekek is itt nézik. Itt van a folyosan a férjen. És tehát a csupasz falfelület, ami a tükör fölött volt, mondtam a férjemnek, oda hozzatok pingáló asszonyokat, hogy kifessék, mert én nagyon szeretnék virágok közt élni. És azt mondta, fest ki te, neked több szakmád is van, te nagyon ügyes vagy. Milyen szakmád van? Hát eleve üzletvezető vagyok.
Aha. Ugye? Mármint, hogy van egy saját, de saját üzletednek hát az most üzletvezetője. Nem, vagy? Hát a nem. 30... Most, bocsánat, nem akarok ezzel, nekem egyre csúnyább így a viasz. Hát nagyon szép. Nagyon szép. Tehát, hogy na figyelj, ez... Jó, bírom a kritikát, úgyhogy... De szép, de hogy most más állaga lett. Mert, Robi, nézd csak, nézzétek, hogy ez egy zöld ág. Nézd csak ide. Zöld ág, tehát ilyeneket is föl lehet, és ugye az, a zöld az örök zöld. Mit csinálta? Az nagyon csúnyos. A helyes megfejtő. Mutassátok, a helyes megfejtőnek, komolyan mondom, adatom ezt a tojást. Hogy nézzem. Hogy mi ez a motívum. Mert a fejemben megvolt. De látod, és azt mondod, hogy a fiad nem szép. Tényleg. Egyébként, egy focilabdát akartam. Mindenki tiszteletére egy futballlabdát szerettem volna egy húsvéti tojásra. Jó, tehát és most mit látsz, hogy mi lett végül is? Tényleg azt írja, föl tudod írni a tojásodra, hogy állítsuk meg Brüsszelt? Hát föl, vagy le tudnád. Jó, tehát a szerkesztő instrukció az volt, hogy mostantól csak nyilakat, meg egyenes vonalakat próbáljunk, és akkor ez felismerhető lesz. Látod, és jó, azt mondod, hogy nem volt hogy fest ki a hálószobát? Igen, és igen, akkor... igen. Nem az, az előszobánkat, de lényegtelen. És hát én nagyon elcsodálkoztam, hogy a férjem ezt mondta, de szöget ütött a fejembe. Áldott jó ember, azt mondjuk el a nézőknek, hogy a tegnapi beszélgetés után ide jött hozzád a férjed, ugye, mert ő csak a stúdión kívül kamerák mögött állt. Hát ő egy tündéri cuki pofa ember. Így elviselni téged, komolyan. Pont ellenkező, mint én vagyok. Igen. És azt is elárulta, hogy amikor tojásokat festesz, akkor még inkább felszabadult. Igen, vagy, és igen. Aktív, amit már igen, is láthatok igen. A nézők. Én a pörgésben érzem jól magam. Igen. Figyelj, Kati, azt azért mondjuk el, hogy aki most tényleg, mert szerintem minden gyerek álma, meg a szülőknek az álma az, hogy jaj, gyerekek, fessünk tojásokat húsvétra. Hogy hogyan álljanak neki? Most túl azon, hogy megveszik a tojást. Igen. Nem muszáj így kifújni, mint amilyenk van, hanem elmegyünk, tehát meg is lehet főzni. Az a lényeg, hogy nagyon tiszta legyen a tojás. Utána a méhészboltba viaszt kell venni, és gázra rátenni, fölmelegíteni, egy gyufaszál, kihegyezve egy picit, gyakran mártogatjuk, és ennyi volt az egész, kész. Utána vörös hagymai levébe bele lehet tenni. Csak az a lényeg, hogy ne legyen forró a vörös hagymai leve, hanem langyos. És akkor gyönyörű lesz, gyönyörű lesz. A természet ajándéka, maga a... Van itt nekem viaszolt tojásom? Van. Na, már is mutasd. Mutatom neked, hogy milyen is, amelyik már készen van. Nézd meg. Így néz ki. A kész viaszolt tojás. Ez a természet most ajándéka. Maga a tojás. Még rosszabbul érzem magam, hogy ezt megmutatom. Maga a tojás a természet ajándéka, aztán a rajta levő viasz, szintén a vöröshagymahéj leve, ez mondjuk egy sötétebb, tehát nem is tudom milyen, valami más növénnyel festettem, dióhéjjal. Ez dióhéjjal van festve. El kell lassan búcsúznunk, de szerintem a Robit ne engedjük el, úgyhogy egy remek locsoló versenem. Segíted így a nézőkkel. Locsolkodni szoktál? Azt mindig szoktam, de nem szoktam. Én ezt a klasszikus dolgot szoktam mondani, hogy jó reggelt, jó reggelt, Robi vagyok, jó reggelt. Ezt most költötted, vagy de őszintén. Szabad-e locsolni? Azért ez elég kreatív. Hétfőig azért még van pár nap. Igen. Ezzel még lehet dolgozni. Hát, de egy jót tudsz mondani valami? Jó, locsoló verset nem illik mondani, vagyok. Csak gyereknek. A felnőttnek jó kívánságot. Persze nem szoktam érte meghalagudni. Locsolkodni hogy szoktál egyébként? Hát szódával. Na, vagy vízzel. Mert tiszta vízzel. A régiek, ahogy tették, tehát az otthon, a hölgyeknek azt javaslom otthonra, hogy egy tányér, mellette egy pohár víz, és a tányér fölé tartja a kezét, ráöntik a pár csepp vizet, úgy, mint a virágokat, hogy egész évben éljünk, virágozzunk, frissek, üdék legyünk. Jaj, és engem az mint leönteni valakit egy vödörvízzel. Én sem leöntenélek. Gondolom, nincs kétség. És engem az egész ország férfia meglocsolhat, úgyhogy az ATV nézőit is nagy szeretettel várom hozzá a csalkadi Kecskemétre. Be kell fejezünk, nagyon de. Szépen köszönjük. Szerintem inkább nem utassuk meg. Számodott, hogy azt értem, de, rágy, értem, hogy ATV, mert ez csak egyenes vonalakból áll és felismerhető. Köszönjük szépen.
És mi elköszönünk a úgy Emiliával is elköszönünk úgy, hogy mi már húsvétig ugye akkor nem találkozunk a nézőkkel, úgyhogy mindenkinek kellemes ünnepeket kívánunk. De holnap előre jön Bomber a Kriszta és Gajdos Tamás, mi meddig majd kedden húsvét hétfő után, úgyhogy kellemes ünnepeket. Igen. Szép napot, köszönjük. Viszlát. Szépen. Köszönjük, Kati.